Éjszaka érkezett meg az Ungvári Gyermekkórházba Cap Andrea, a Tisza Európai Területi Társaság igazgatójának kíséretében a hollandiai Barneveld város újabb segélyszállítmánya. A rakomány matracokat, párnákat, orvosi műszereket és higiéniai eszközöket tartalmazott. Tulajdonképpen ez most egy nagyobb szállítmánynak a második része. Egy héttel ezelőtt voltunk itt egy holland delegációval, és akkor érkezett itt az Ungvári Kórház számára 60 darab matrac, új matrac, matracvédő, párna, paplan és ágynemű húzat itt az ágyak felújítására, és ennek jött most a második részlete, a plusz még 30, így a 110 ágyból 90 ágyra tudtunk új dolgokat biztosítani. Hoztunk még gyógyszereket, gyermektápszereket, gyermekek számára pelenkákat, és olyan gyógyászati segédeszközöket, maszkokat, kesztyüket, illetve műtős ruhákat, amire éppen is szükség van, illetve mivel nagyon jó kapcsolatban van az Ungvári Gyermekkórház a Munkácsival, ide szoktuk elhozni egy gyűjtőpontszerűségnek, és innen ők már tudják továbbvinni Munkácsra is. Tehát tulajdonképpen mi így két kórházat is tudunk segíteni egyszerre. A Tisza korlátolt felelősségű európai területi társulás a háború első napjaitól kezdve a Várda Hagyományőrző kulturális Egyesülettel, a Kárpátalja házzal és számos civil szervezettel közösen széleskörű humanitárius tevékenységbe kezdett. Ahogy megtudtuk a hírekből, hogy mi történt, mi már 24-én este összeültünk, és úgy gondoltuk, hogy a Tisza RTT ez egy megfelelő eszköz arra, hogy segíthessünk, és 25-én délelőtt egy koordinációs központ jött létre Kisvárdán, a Várda Hagyományőrző kulturális Egyesülettel és a Kárpátalja házzal együtt létrehoztunk egy koordinációs központot, és a helyi civil szervezeteknek köszönhetően egy óriási nagy humanitárius munka indult el. Cap Andrea TV21 stábjának elmondta, a koordinációs központ az önkéntesekkel és adományozókkal karöltve addig folytatja humanitárius tevékenységét, amíg szükség van rá.